azt tehettem, amiért pap lettem. Azt tehettem, hogy bajban lévőkhöz oda tudtam fordulni, és tehettem értük. És a gondjukat, bajukat magunkra vettük. Magyarországon az egyik első civil szervezetként 1989. február 4-én Kozma Imre atya vezetésével megalakult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Megalakulásának története az 1980-as évek közepén indult. Így érkezett el 1987-88, és akkor találkoztam Csilla asszonnyal, Csilla Freyfra von Böselagerrel, aki Németországban élt, ő magyar származású volt, Fényes Csillának hívták, és ő halálos beteg volt. Akkor rákos beteg, és a betegségében döbbent arra rá, hogy neki sok adóssága van az anyanemzetével szemben, és elkezdett egy akciót gyűjteni Németországban magyarországi részére, és kereste a partnert, és nem talált. Aztán elkerült hozzám, valaki felém irányította az útját, és találkoztam Csillával, és ez egy olyan találkozás volt, ami meghatározta az utána következő időszakot. Elkezdtük az adományokat Magyarországra hozni, mindenki segített. Alapvetően minden meghatározott a máltai jelmondat. A hit védelme és a rászorulók támogatása. Egyébként 2013-ban volt a magyar szellemiségnek a 900. évfordulója. Ez nagy ünnepség volt Rómában, mi is ott voltunk természetesen, és ott egy nagy-nagy megtiszteltetés ért bennünket. Kimondták azt, hogy a világ leghatékonyabb, legsokoldalúbb máltai szervezete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, tehát eljutottunk idáig addigra. Valamiképpen minél több embernek el kell kötelezni magát ebben, és a SPAR pontosan ezért olyan fontos nekünk, mert a SPAR az első pillanatban mellénk állt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR együttműködése, most már azt mondhatom, hogy évtizedes múltra tekint vissza, és ez a hosszú együttműködés aztán egy nagyon jó kapcsolatot alakított ki, és ennek a kapcsolatnak sok-sok gyümölcsöző új terméke is lett, ha lehet így fogalmazni, és bizony ezek ma már az életünknek egy elég jelentős részét teszik ki. Minden évben megrendezzük a karácsonyi közös gyűjtésünket, az Adni Öröm akciót. Magyarország leggyorsabb, legnagyobb adománygyűjtő akciója, hiszen ezt a több száz tonna élelmiszert a Máltai Szeretetszolgálat 3000 önkéntese, körülbelül 200 pár üzletből, kevesebb mint egy hét alatt eljuttatja a rászoruló családoknak az otthonába. 2008-ban készítettünk először adománykártyákat. Próbáltuk kitalálni egyáltalán, hogy milyen összeget lehet, hova érdemes ezt belőni, és hát végülis azóta is ez a 200 és 500 forintos címlet maradt, amit akkor sikerült meghatározni. Kasszáknál találhatóak a máltai adománykártyák, ahol a vásárlók többfajta értékben vásárolhatnak ajándékkártyát, amivel a Máltának minden évben egy más projektjét tudja támogatni. Az árvízkárosultak megsegítése volt az első emlékezetes ügy. Voltak gyermekétkeztetési programjaink, gyűjtöttünk szimfónia program hangszervásárlásaira, kértünk támogatást a játszóprogramjainknak a fenntartásához. SPAR a saját vállalati felelősségvállalásának fontos eszközének tartja azt, hogy minden eladott ingvállas bevásárlótáska után egy forintot mi átutalunk a Máltai Szeretetszolgálat számlájára. Ez a támogatás a Máltai Mentőszolgálat éves működését oroszlán részben, döntő részben fedezte. Én azt hiszem, hogy nekünk elsősorban Magyarországon a legfontosabb feladatunk a társadalom gyógyítása. Hogy valamiképpen egy olyan helyzet teremtődjön, hogy egyetlen ember se gondolja azt, hogy ő kilóg a sorból. Akinek gondjai, bajai vannak, az föl kell emelni, hogy a helyére kerüljön, és végeredményben a társadalom ezáltal gyógyul, ez a jelenlét programban fejeződik ki, mert segíteni csak azt tud, aki oda megy azokhoz, akik bajban vannak. Tehát mindig ott kell lenni, ahol a baj van.
A jelenlét a magyar-máltai szeretetszolgálat szóhasználatában azt jelenti, jelen vagyunk a másik ember életében. A jelenlét program Tiszaburán 2016 őszén indult. Olyan terület, ahol nagyon sok olyan település van, ahol zömmel cigány lakóság alkotja a településeknek a népességét. Tiszaburán két sajátos egység, az egyik a varroda, a másik az asztalos műhely. Mind a kettővel az volt a cél, hogy ezek az emberek valami olyan feladatot végezzenek, aminek az értelmét ők is látják. Tehát nem lehet életet alakítani úgy, hogy várom a segét. Hogy valamiképpen ezt a modellt kellene megerősíteni, hogy az emberek ne segélyből akarjanak élni, hanem a munkájukból. Csak hogy ezeket meg is kell teremteni, mert ezeken a településeken munkahelyet kell teremteni. Tiszaburán van egy 1000 főt meghaladó lélekszámú roma telep, ami a településen, egy ilyen pici településen is egy komoly szegregátumot képez, és az ott élő emberek a saját törvényeik szerint egy teljesen más világban éltek, mint a falu többi részén. Az első emlékem az volt, hogy bementünk egy pici melléképületbe, amiről azt hittem, hogy ez csak egy hozzátoldott előszoba a házhoz, de kiderült, hogy az 5 embernek a saját otthona, és volt körülbelül 5 négyzetméter egyetlen ágyjal, és egy lavorban kialakított fürdőszobával. Az udvaron pedig gyermekek villanyoszlopot fűrészeltek, ilyen 4-5 éves gyerekek, hiszen segítettek, mert még hideg idő volt, és kellett fűteni. Volt itt iskola, csak ebből az iskolából nem lehetett tovább tanulni. Volt itt óvoda, csak ebben az óvodában még késsel villával nem tanult meg a gyereken, de talán még az sem, hogy hogyan öltözzön fel, és a WC-t hogyan használja. És nem azért, mert itt rossz pedagógusok, rossz emberek végezték a dolgukat, hanem mert hogy olyan értelmetlennek is tűnt sok esetben, hogy előre lépjünk, mert hogy nem volt hova. Azt hiszem, hogy a legfontosabb ezekben a településekben első körben az, hogy egy jövőképet adjunk, és célokat adjunk, amifelé érdemes menni. Akkor a következő lépés az, hogy ezek a célok, ezek ne csak álmok maradjanak, hanem ezek megvalósuljanak. És elsősorban az volt a felismerés, hogy itt vannak olyan képességű asszonyok, akiknek a tudásuk túlmutat azon, hogy ők a közhasznú munkának a legegyszerűbb ilyen takarítós, áruktakarítós és egyéb részét végezzék. Így indította el a Máltai Szeretetszolgálat 2018-ban a varrodát Tiszaburán. Nagyon fontos dolognak gondolom, hogy itt az üzemeinkben 20-30, valahogy 40 ember is dolgozhat. Ez 20-30-40 családnak a megélhetését jelenti. De ami igazán ezeknek az üzemeknek a küldetése, az, hogy ezekre a településekre újra valamilyen termelői munkát hozzunk, és ezáltal a családoknak, illetve főleg a gyerekeknek valamilyen mintát adhassunk. A varroda nagy részt a SPAR bolthálózatába vászon szatyrokat gyárt, akik bevállalták azt, hogy kicsit drágábban átveszik tőlünk, mint a Kínából rendelnék, ezzel támogatva a foglalkoztatását az itt élőknek. A munkatársaink a közmunkaprogram keretében kezdtünk együtt dolgozni. Ennek a keretében volt egy 9 hónapos OK-s képzés. A tanfolyamon résztvevő 16 főből 13 sikeres vizsgát tett 2018. szeptemberében. Termelő munkát novemberben kezdtünk. Köztudott az, hogy az üzemünkben cigány származású hölgyek dolgoznak, és a cigányságnál a női nők odahaza család háztartás és gyerekneveléssel voltak elfoglalva. Nem igazán volt az felvett szokás, hogy a hölgyek eljárjanak dolgozni. Ezből kifolyólag nekik meg kellett tanulni a rendszerességet, és meg kellett tanulni azt, hogy munkahelyen feladatok vannak, amiket el kell látni. Itt azért 8 óra hosszát le kell dolgozni. Thank you.
Itt Bulán az a szokás, hogy elmennek közmunkába, és nem kell egész nap dolgozni. Nekik ez furcsa, hogy reggel bejössz 8-ra, és 4:30-ig nyomod a melót. Itt meg az működik, hogy 4:30-ig dolgozunk, tényleg teljesíteni akarunk, és hogyha bejön ide valaki, ezt látja, és ez sok embernek nem tetszik. Nem kell messzire elmennünk dolgozni, mert ugyebár még én nem dolgoztam itt a Varodában, nekünk volt egy munkahelyünk, napi 350 kilométert utaztunk, hajnal 3 órakor keltünk, este 7:30-8, mire hazaértünk, ha nappalosok voltunk. Most, hogy itt dolgozok, több időt tudok szánni a családomra, a gyerekeimre. Eddig csak a párom dolgozott, ez nagyon nehezen éltünk meg, mivel külön házunk is van, fizetni kell a csekkeket, mindent, és így most ez nekünk plusz. Jobban megélünk belőle. Kirándulni, elbírjuk a gyerekeket akárhova. Nagyon sokat köszönhetünk ennek. Úgyhogy nagy lehetőség. Irénke meg Angéla. Én nem akartam vállalni, mert mondtam, hogy 4 iskolából 2 tehát jóformán kijártam, és ilyen fejjel mondom, engem elküldenek tanfolyamra. Nem akartam. Én majdnem, hogy vele is betegedtem. Így letettem a vizsgát, jelesőt összevizsgáztam. Ennyi volt. És itt vagyok, meg itt is leszek, remélem. Én úgy jöttem ide, hogy soha nem tudtam varni, de legnagyobb álmom vált valóra, mert szeretek varni, imádok varni. Otthon is, ha tehetem, mindig varrok, de kézzel. Soha nem láttam még varrógépet, meg hogy kell ezt kezelni, remegve, reszketve. Láttam neki, most nem éreztem azt, hogy kell nyomni a pedált, milyen erősséggel, és keveset volt időm gyakorolni, mert jött a boros szütő, és én szektem nagyon sokat. Volt már, amikor már nagyon ment, akkor már ezret is, napi ezret le tudtam szekni. Vannak különböző egyedi megrendeléseink is. Ilyen volt például a tavalyi budapesti borfesztiválra 40 000 darab pohártartó szütyőt rendeltek. Mikor ezt a felkérést megkaptuk, nagyon meglepődtünk, hogy rögtön egy 40 000 darabos tételt szeretnének tőlünk, és ránk merték bízni. Ez nem csak engem, de a lányokat még jobban meglepte, hogy mikor kimondtuk azt, hogy 40 000 darab, és ezt 3 hónap alatt kell elkészíteni, azt mondták, lehetetlen. Eleinte, mikor még első 2-3 napban 40-50 darabot elkészítettek, az már ünnep volt. És a végére volt olyan lánykánk, aki 500 darabot is elkészítette egy nap. Mikor elkészítettük, ki is szállítottuk, nem várt módon, és nagy örömünkre meghívást kaptunk a borfesztiválra. Voltunk a parlamentbe, a bazilikába voltunk, akkor utána mentünk ilyen siklóval, mentünk fel a budai várba, és ez jó volt. Meg úgy az, hogy láttuk, hogy az embereknek a nyakába ott lóg, amit mi vartunk, és ez olyan jó érzés volt. Büszkék voltunk, igen, magunkra, hogy na ezt mi elértük, mi ezt mi csináltuk, igen. A előnye az, hogy hát magasabb a fizetés, meg tudunk venni mindent, a gyerekeknek is házat tudjuk csinálni. Meg az, hogy lettek barátaim, barátnőink itten, hát szerintem olyanok vagyunk, mint egy család lennénk. Szó szerint, mikor veszekedünk, akkor is mindennel együtt. Pozitív változás volt az életemben az, hogy ami nagyon nagy változás volt, hogy nekem iskoláskorom óta nem volt barátnőm. Csak a család, a testvérek, de mióta itt dolgozom, tényleg igazi barátnőkre leltem, akiknek elmondhatok bármit, mert valamikor mi régen megbeszéltük, hogy ami itt a Varrodában történik, az itt is marad. És tényleg igaz, hogy bármit elmondhatunk egymásnak, az tényleg nem megy ki innen, és ez nagyon nagy pozitívum nekem, hogy vannak emberek, akikben meg tudok bízni.
ez az anyagi biztonságon kívül nekem még egy nagyon nagy plusz dolog. Nyíregyházán most már kétszer jártunk, úgymond jutalmul. A lényeg az volt, hogy együtt és kötetlenül voltunk. Ott szembesültem azzal, hogy nem mindenki gondolja azt, hogy ha elmegy valahová egy ilyen környezetből, ugyanúgy kezelhetik, mint a többi embertársát. Mikor azt mondtam, hogy megyünk egy ebédelni és étkezőbe megyünk, hogy féltek, hogy talán nem fogják őket kiszolgálni. Ez nekem nagyon meglepő volt. Nem gondoltam, hogy ők ennyire érzik, hogy az elmaradottságuk miatt, a telep elmaradottság miatt ennyire ki vannak rekesztve a közösségből. Irénke, a Varroda vezetője, minden évben karácsonykor megvendégeli a Varrodában dolgozó lányokat, asszonyokat saját otthonában. Ezekre a Varrodán kívül együtt töltött alkalmakra mindenki szívesen emlékszik vissza, és szép emlékekkel tér haza. Amikor legelsőnek elmentünk Irénke néniékhez, nekem az. De amikor elmegyünk hozzájuk, akkor nem úgy mész el, mint hogyha a munkatársad lenne, nem úgy, mint hogyha a családtagjuk. És azért ez egy embernek, aki nekünk fura, ugye, hogy ő tisztelnek, becsülnek annyira, hogy beengednek az otthonokba. Szerintem nem csak nekem, mindenkinek egy biztos pont. Egy biztos pont, mert tudod azt, hogy mindig, hogy tudod, hogy havonta egyszer van, bármi legyen, de ha itt megállod a helyed, akkor ez egy biztos fizetés, egy megélhetés neked. Tolna megye közepén található Gyulaj település, ahol a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat egy savanyító üzemet működtet a Jelenlét program keretén belül. Fölismerték a környező falvaknak a lakói, hogy ő nekik itt van egy lehetőségük, hogy be tudják hozni a terméküket, és el tudják adni, megveszik. Tehát ez még több is annál, mint amit jelent egy ilyen kis üzem, hiszen ezeken a kis településeken a legnagyobb, bármilyen furcsa, most ezt így mondom, kincs a pénz. Gyulajnál az a érdekesség, hogy ez is egy másik megye, más területe az országnak, de mégis nagyon hasonló problémákkal küzdik. Elöregszik egy település, kiürül egy település, elfogynak a lehetőség a településről. Egy savanyító üzem az, ami működik Gyulajon. Befőzést végzünk, és olyan csátnikat állítunk elő, illetve termékeket, amik mindenképpen valami zöldségfeldolgozáshoz kötődnek, és a helyiekkel ezt közösen végezzük. Az egyedi termékeknek a célja az, hogy valódi piacra lehessen őket juttatni, és ebben találtunk együttműködő partnerre, a SPAR-ban. Gyakorlatilag, amikor sikerült a Máltai Szeretetszolgálat foglalkoztatási programjainak meglépni azt a volumenben azt a szintet, akkor viszont komolyra fordult a kérdés. Tehát onnantól kezdve elindult a megvalósulás útján ez a koncepció. Az üzem maga 2015-ben jött létre itt Gyulaj központjában, de már akkor láttuk, hogy itt a munkaerő is rendelkezésre áll, az emberek szeretnek a kertekkel foglalkozni, értenek is hozzá jó sokan. Ugye ez a gyulai üzem, ez nem használ tartósítószereket, és egyáltalán nem használunk semmiféle adalékanyagot. Itt kézműves termékeket állítunk elő, hőkezeléssel történik meg a tartósítás. Azt gondoljuk, hogy ezek az élelmiszerek sokkal egészségesebbek, finomabbak is, mint a nagyipari futószalagon gyártott élelmiszerek. Ugye a Gyulaj nagyon szegény település, nagyon mélyről kellett elindítani itt a falu fejlesztését bő 10 évvel ezelőtt, de lépésről lépésre tudunk haladni. Tehát, hogy ezek a kis üzemek, ezek tudják azt az üzenetet közvetíteni, hogy egyrészt itt is lehet boldogulni, érdemes lehet itt is élni, érdemes tanulni. Aki
be tud kerülni egy munkahelyre, és ott megbecsüli magát, annak tud lenni éveken át egy nyugodt munkahelye, ahol megkeresi azt a pénzt, amire neki szüksége van. Én vagyok itt jelenleg az üzemvezető, Buriékkal, Burival, Ilonával dolgozunk a mindennapok során, és van egy sofőrünk, Jani. A termékeink között megtalálhatóak a szörpők, csatnik, ez egy indiai vonal, makrémek vannak, szendvicskrémek, amik most nagyon kedveltek lettek, paradicsomszószok, tésztaszószok találhatóak, és pár darab savanyú van. Ezen kívül lekvárokat is gyártunk. Cukormenteseket és a hagyományos cukros változatokat is megtalálhatjuk. Nagyon jó pillanat volt decemberben, amikor először a SPAR polcaira került a termékünk, és Nándiék bementek az üzletbe és lefényképezték nekünk ezt a polcot, akkor mutattuk Ilonáéknak, hogy annyira szép és mekkora dolog ez. Ez egy nagyon nagy dolog volt számunkra, hogy ilyen szép polcon, ilyen nagy áruházban is megjelenhetett a kis kézműves falusi termékünk. Reggel a kelés az nem gond, mert nem busszal, nem máshova megyünk, tehát falun belül vagyok. 7 órakor elindulok, 7:30-ra itt vagyok, 7:30-ra, úgyhogy megszokott. Főnökséggel jó viszonyban vagyunk, úgyhogy nincs gondom. Megjönnek a lányok, megadja a főnök, hogy mit termelünk, bemosokszunk, átöltözünk, és nekiállunk a dolognak. Bele kellett tanulni, hogy mit, merre, hogyan, miképp kellett csinálni. Olyan élelmiszert gyártunk, ami különleges. Tehát mindenből csak egyet csinálunk folyamatosan. Sokkal több a fizetésem, de úgy mondom, hogy jobb a lehetőség. Tehát többre jut, így anyagilag. Ahol előtte dolgoztam, a sertéstelep megszűnt, munkanélkül lettem, és ide kerültem, itt is először nehéz volt a munka. Most már tudom, már csinálom. Előtte dolgoztam szarvasdon, korán kellett keljek, nem volt annyi időm a család otthon. Most meg azért van időm otthon, több szabadidőm is van. Több időt tudunk együtt tölteni az unokáimmal, a családommal, igen. Meg helyben dolgozom, úgyhogy nem kell utazgassak, 4:30-kor kelljek, 5 órakor hazaérek, úgyhogy ez nagyon nehéz volt. Itt meg helyben vagyok, úgyhogy szeretek itt dolgozni. Szeretem a főnököket, a munkatársaimat, mindegyikkel szeretek dolgozni. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, ugye, mert a környéken nagyon sok olyan település van, ahogy a munkahelyek vagy megszűntek, vagy nagyon minimálisan van jelen, és ez jó mindenkinek. Jó ügyegy a falu lakosságának, akik itt dolgoznak, helyben tudnak dolgozni. Budapesttől nem messze, Pátyon található a Máltai Szeretetszolgálat gondviselésháza, ahol a fogyatékossággal élő fiatalok foglalkoztatása 2010-ben kezdődött. Páty azért fontos, mert ez volt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat első épített intézménye, tehát nem olyan ingatlan, amit használatra kaptunk. Pátyon egy 60 férőhelyes idős otthonunk működik, hosszú ideje bentlakásos idős otthon. Fogyatékos emberek bentlakásos intézménye működik Pátyon, illetve nappali ellátást is nyújtunk nekik. Az a szívemben született. Igazából ez az én szülöttem. Ez volt az első. Akkor, amikor egy kicsit a takarót próbáltuk rendezni, nyújtózkodtunk, akkor ez volt az első. Az én lelkemben ez úgy született, az időseknek és a gyerekeknek a találkozását megszervezni. Ennek a kis tündérkertnek a szerepét kellett újra gondolni, és én nagyon örülök annak, hogy az időseken kívül ott vannak ezek a bizonyos értelemben munkában akadályoztatott emberek. Az nagy ajándék, hogy ezeknek mi ott helyet tudtunk adni.
Páti foglalkoztatásban ugye azok a fiatalok vesznek részt, fogyatékossággal élő fiatalok, akik ellátásban vannak nálunk. Egyik épületében egy olyan foglalkoztatás üzemet alakítottunk ki, ahol az összes ott lévő fiatalunknak a képességeihez mért meglévő vagy lehetőséget próbálunk kínálni. Nem sajnálatra akarjuk alapozni ezt a vállalkozást, hanem a termék minőségére. Tehát, hogy ne azért vegyék meg a terméket, mert fogyatékkal élő emberek csinálják, hanem azért, mert jó. A Pátyi telephelyen fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak a teaműhelyben, az asztalos üzemben és a szitanyomó műhelyben. Először a teaműhely indult el 2015-ben. Itt hibiszkusz teát csomagolunk, ez egyfajta termék, de két kivitelben. Kialakult egy nagyon jó kapcsolat egy importőr céggel, ami közvetlenül Afrikából tudott beszerezni nagyon jó minőségű hibiszkusz teát. Végeztünk egy piacfelmérést, és azt láttuk, hogy erre van igény, erre a fajta termékre. Másrészt ez jól kezelhető, egészséges, és illeszkedik ahhoz a koncepcióhoz is, ami az egészséges, jó munkahelyek kialakításához kapcsolódik. A projekt indulásakor beszereztünk egy filterezőgépet, ami egy meglehetősen magas technológia, nekünk ez nagy kihívás jelentett, amit ide telepítettünk. Ezzel készítünk filteres hibiszkusz teát kisebb kiszerelésbe, és szálas teákat csomagolunk, szintén hibiszkusz teákat. A Máltai Szeretett Szolgálatnak van már egy nagyon régi együttműködése a SPAR-ral, és az együttműködés révén különböző beszélgetésekből jött az ötlet, hogyha van ilyen termékünk, akkor ezt akár bevihetnénk kiskereskedelmi forgalomba is. Azért ez egy integrált munkahely, tehát nem csak megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak, hanem ép és egészségkárosodott vagy fogyatékos emberek is dolgoznak itt, és az a üzenete mindenki számára, hogy mindenki képes dolgozni, és mindenki számára lehet értékes munkát biztosítani, és jó teljesítményre képes bárki, hogyha megfelelő környezetbe kerül. Legelső fázis, hogy a hibiszkusztából, a nem kiválogatott hibiszkusztából ki kell válogatni megfelelően a piszkokat, hogy utána egy úgymondva egy steril hibiszkusz teát kapjunk, illetve még egy nagyon fontos dolog, hogy szoktak benne lenni magvak, és a magukat azt is külön szoktuk tenni, és majd amikor ez megvan, akkor kell becsomagolni. Meghajtani a dobozt, mert a doboz is szűzen érkezik, meghajtani a dobozt és becsomagolni, majd lematricázni a tetejét. Hát nagyon szeretetteljes a közösség, legalábbis én ezt így gondolom. Tényleg mióta itt dolgozok, azt látom, hogy mindenki azért, ahogy tud, megpróbál azért segíteni a másiknak. Szerintem, ha az ember akárhol, vagy egyébként bárhol meglátja azt a terméket, amit ő csinált, és benne van a munkájának a keze, akkor azt szerintem mindig jó érzéssel tölti el az adott embert. A tea és a szitaműhely úgy kapcsolódik össze, hogy a gyűjtődobozokat, amikben a teát tovább szállítjuk, azoknak is az emblémázása itt történik. Itt is megváltozott munkaképességűek dolgoznak. A csapat nagyjából ugyanaz, tehát nagyon összekapcsolódik, és mindenkit mindenhol foglalkoztatunk. Asztalos műhelyt 2018-tól találtuk ki. Kaptunk rá egy pályázatot, megnyertük. 4 fő ember, azon belül megváltozott képességűek dolgoznak. Madáretetőket és diszpléjeket gyártunk. A diszpléjen a gyulai termékeket, a kézműves termékeket, a pátyi tea termékeket helyezik ki a spárokba. Azért fontos itt a tervezési folyamat, mert nem csak magáról a termékről van szó, hanem hogy ezt itt el is tudják készíteni a megváltozott munkaképességűek. Munkafolyamatot, a gyártást is meg kell tervezni, nem magát, nem csak magát a terméket és az anyagot. Azért szeretek itt dolgozni, mert a főnököm, a munkatársaim megértőek, segítőkészek, barátságosak velem. Ez a munkahely azért jobb, mert nem monoton. Itt sokkal változatosabb munkát végzek a munkatársaimmal.
Ez gyakorlatilag egy teljes körforgásos üzleti modellt jelent, hiszen rászoruló emberek kapnak így munkát, és a SPAR-ban pedig olyan hazai, magyar, kisüzemi, manufakturális termékek jelennek meg, amelyek a vásárlók számára rendkívül vonzók. Én a hivatásomban megmondom, azt szeretem legjobban, hogy én beleszerettem az emberekbe. Végeredményben ez a mi utunk, és megtaláltuk igazából a helyünket. Megtaláltuk a helyünket, azt a helyet, ahol a valódi helyünk van, a szegények mellett, a rászorulók mellett, a bajban lévők mellett. Én ennek örülök, hogy az emberekért lehetek, mert boldog az ember csak akkor lesz, ha jót tesz. Mert akkor tölt el bennünket egy jó érzés, egy megelégedettség, hogy megtettem azt, amit meg tudtam tenni.